A kullancsok kedvenc élőhelye az erdő, valamint a dús ajnövényzet, a magas páratartalmú környezet. A vérszívók megjelenését hagyományosan a késő őszi időszakra datálják. Azonban a klímaváltozás az egyre enyhébb telek következtében az év bármelyik szakaszában találkozhatunk a veszélyes betegséget terjesztő parazitákkal. Nem kell azonnal ügyeletre dohanni, ha állunk egy kullancsot. Okosan, ügyesen egy szálkacsipesszel vagy kullancs eltávolító csipesszel meg kell kísérelni, eltávolítani. Ha benszakad, sem lesz nagy baj, a feje kifog, az nem a feje, hanem csak a rágó szelve, az ki fog löködni. Tehát semmiképp sem kell hajnalban az ügyeletre menni ezért, hogy benn maradt a kullancs. A teendőnk az, hogy amennyiben pár napon belül lázas állapot, hányás, hányinger, fejfájás alakul ki, az akkor viszont indokolt az orvoshoz fordulás, mert az sajnos lehet agyhártya gyulladás jele is. Ennek az ezen a védekezés, hogy oltassuk be magunkat. A másik komoly betegség, amelyet a vérszívók terjesztenek, az a Lyme-kór, amelyet hazánk egyes területein már minden második kullancs hordoz. Az agyhártyagyulladással ellentétben ennek a kóros állapotnak a lappangási ideje akár évtizedekig is eltarthat. Ezért fontos a korai felismerés és a mi hamarabbi kezelés. Ez a csípés helyen néhány egy héttel általában 4-5 hétig terjedő időszakban jelentkező gyűrű alakú, növekvő, lilás-pirosas folt, abszolút jellegzetes, nem is biztos, hogy viszket, ezért nem is mindig kerül észrevételre. Érdemes megnézni magunkat, ha hazamentünk egy kerti munkából vagy kirándulásról, és kiszedni a kullancsokat, és ha találunk kullancsot, annak a csípését még néhány hónapig ellenőrizni célszerű. A megelőzés legjobb módja az odafigyelés. Ha természetbe megyünk, ruházatunk legyen zárt, illetve a kullancsriasztó sprékkenőcsök használata is segíthet távol tartani a vérszívókat. Otthon pedig mi hamarabb ellenőrizzük saját és családtagjaink testfelületét, hiszen a fertőzés veszély annál nagyobb, minél tovább marad az élősködő a bőrünkben.